Különböző szemetet, csavarokat, fadarabokat és fogsort is talált egy budapesti nő édesanyja hamvai között, mikor kinyitotta az urnáját. Valószínűleg több holttest maradványait kapta meg az asszony. A család felháborodott, pert fontolgat. A Tények riportja után az ügyben érintett asszonnyal, valamint a Magyarországi Krematóriumok Szövetségének elnökével beszélgetünk majd a történtekről. Ilyen foghidakat, csavarokat és fadarabokat és mindenféle szemetet kapott ez a budapesti testvérpár pár héttel ezelőtt elhunyt édesanyjuk hamvai helyett. A Riposzt írta meg történetüket. A testvérek édesapjuk halála után vesztették el az édesanyjukat. A kegyeletsértésre úgy derült fény, hogy a fiatal anya egy medált szeretett volna készítetni szülei hamvaiból. A testvérek anyjának áttétes rákja volt, és a sok kezeléstől pedig elveszítette a fogait. Mikor jobban megnézték az urna tartalmát, teljesen ledöbbentek. A testvérek keresték a patológiát és a krematóriumot is, ám érdemi magyarázatot azóta sem kaptak. A cégvezetője megkeresésünkre azt mondta, nincs bizonyíték arra, hogy hibáztak. A gyászoló család feljelentést tesz kegyeletsértés miatt. Vendégünk Gyurkovics Anikó, valamint Tóth Zoltán, a Magyar Krematóriumok Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Kedvi csoklom, jó reggelt! Anikó, mikor történt pontosan a hamvasztás? Március 20-án történt 4 óra körül, fél 4, 16 óra 30 körül lehetett. Mikor kapták meg az urnát? Hát a pontos időt nem tudom, rá hát nagyjából ehhez képest. Rá egy hét, vagy két, vagy így másfél. Mikor és miért nyitották ki? Amikor én megkaptam az urnát, a lényege az, hogy szerettem volna egy ilyen nyakéket, ugye ez az, amiben bele lehet tenni. Hát ilyen 18.000-20.000 forinttól kezdődik egy ilyen nyakék, amiben ugye beletenni. Vagy 8.000. Úgy értem, az urna tartalmából szeretett volna egy ilyen nyakéket, nyakláncot, értem. Igen, és ugye nekünk erre nem volt már költségünk arra se, hogy végignézzük, az is 15.000 forint, stb. Úgyhogy egy egyszerű kis urna, egyszerű, gyorsan akartuk őt eltemettetni, és akkor utána hát úgy voltam vele, hogy jó, akkor a patológián azért ingyen ott meg tudom nézni, csak... És akkor a lényeg az volt, ami én a kislánynál voltam a pszichiátrián, mert akkor került be elsőnek a kis húgom, anyukámnak a lánya, hogy nem tudta feldolgozni, hogy el kell mennie. És akkor a párom vette, a férjem vette át a urnát, jött haza a gyerekekkel, meg minden is, és egyszerűen nem tudom, nem hagyott nyugodni, vagy egy érzés, hogy fel kell nyitni, nem kell nyitni, meg hát kellene egy darab belőle, mert már a kórházból is az elmúlt 4 hetet a másfél éves csecsem mellett úgy 4-5 óra hosszákat fenn voltam, és amiben tudtam, csak anyukámat támogattam, füllettem már. És hát nem aznap pillanat nyitottam fel, mert a férjem azt akarta, hogy sokkoljam még jobban magamat, mert hogy hirtelen eltávozott úgy, amire nem is számítottuk, mert egy tüdőgyulladás is elvitte, és elment mindenki otthonra, és rá 2 hétre senki se volt otthon, és akkor gondoltam, hogy akkor most kaptam egy ilyen medált, amit ugye szét lehet nyitni, ez most üres természetesen, csak hogy... Szemléltesse, persze. Igen, és az a lényege, hogy felnyitottam az urnát, és hát ez a csón nem jó, az a csón nem jó, és nem tudom, mint egy kicsit lejjebb nyúljál, vagy hát ott a csón, és szerintem nem is a csón darabokkal volt a gond, hanem lehet, hogy egy jelzés volt, egy megérzés, vagy nem is kellett nagyon sokáig piszkálnom benne, és megmondom az őszintét, eleve már az még nehéz volt feldolgozni, hogy anyukám elhunyt, 4 kiskorú gyerek rám maradt, ügyek, papírok, és a testvéremnek, hát találtam egy ilyen vas, vagy fokhíd, vagy hogy mondják, és mentem oda a testvéremhez, hogy mondom, nem is tudtam, hogy olyan anyunak ilyen jó állapotban volt a foggyökér, meg minden, szóval én teljesen kikapcsoltam, és mondja, hogy tehát húgiát, ez nem fog, hanem ez egy fokhíd. És én akkor ott még nézegettem, szóval én már ugye annyira ki voltam teljesen eleve anyám halála miatt. Hát és akkor, amikor ezt meghallottam, akkor egy kicsit jobban belepiszkáltam, előkerült csavar, előkerült egy olyan fokhíd, ami rajta is maradt a porcelán.
És egyértelműen nem az édesanyjáé volt. Egyértelmű nem, aki most is ez a hideg, megmondom, egyértelmű, aki ismerte, tudta, hogy anyukámnak ugye, mivel 39 éve dohányzott. Anikó, csak egy pillanatra, hadd állítsuk meg itt a történetet, jó, hogy másik vendég is egy picit megszólalson, hogy történhet ilyen, nyilván adódik a kérdés. Hát őszinte leszek, számomra is szinte hihetetlen, hiszen maga a hamvasztás folyamatát és a hamvak úgynevezett belső urnába történő elhelyezését nagyon szigorú jogszabályok írják elő. Tulajdonképpen a technológia is annyira feszes számítógép által vezérelt, és sőt hozzáteszem, a krematóriumok legtöbbjében az egész folyamat videóra van rögzítve, tehát kamerákkal. Tehát ezek visszaellenőrizhetők, tehát ilyen hibát elkövetni az én gyakorlatomban, én azt mondom, nem is találkoztam vele, és szintén mi is meg vagyunk döbbenve. A konkrét esetről nyilván én nem tudok most nyilatkozni, hiszen nem ismerem. Tehát az nem is fordulhat elő, hogy egyszer mondjuk elvileg ilyen nem történhet, nem fordulhat elő. Egyrészt az, hogy több elhunyt hamvai kerüljenek, az teljesen kizárt. Nagyon sok krematórium ma már nyitott, tehát nyílt napok. Meg lehet tekinteni a hamvasztás folyamatát, sőt, ezt mindig is mondjuk, hogy tájékozódjanak, nézzék meg, hogy milyen szolgáltatásokat tud adni egy krematórium, és tényleg ott lehetnek a hozzátartozók, búcsút tudnak venni, egy utolsó pillantást tudnak az elhunytól, és meg is várhatják a hamvakat. De hozzáteszem, ha ilyen van, akkor a kamerarendszer, ahogy itt is látjuk, fel van, hogy 15 óra 44 perc szépen vissza lehet, és az egész folyamatot végig lehet. De ezt minden esetben mindenhol rögzítik? Tehát van erre egy ilyen protokoll szabály? Hát erre nincs protokoll szabály, de a krematóriumok döntő többségében, és sőt itt a Pest környéki krematóriumokban mindegyikben, tudomásom szerint. Csak mert akkor nyilván, ha van egy ilyen rögzített dolog, azt vissza lehetne nézni? Ezt meg tudjuk nézni, sőt mi felajánlottuk a segítségünket, hogy a krematóriummal közvetlenül, mivel ők nem a tagjai a krematórium szövetségnek, ezért felvesszük a kapcsolatot és megpróbáljuk az esetet kontrollálni, ellenőrizni, és megpróbálunk minden segítséget megadni a családnak. Ahogy tervezik, perelnek, peren kívül megpróbálják elfogadni. Megkeresett a krematóriumnak a vezetője. Most többet úgy nem mondanék, annyi a lényege, hogy elismerték, hogy hibáztak. Most a lényegben nem akarok belemenni, hogy mi vagy hogy. Most a héten ugye fel lesz véve velük a kapcsolat. És lesz az ügynek folytatás. És lesz folytatás. Igen. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Mi köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük.